Földnapja alkalmából szelektív hulladékgyűjtési rócsót tartottak a főtéren. Rendhagyó óra a Kósban, a vendég Farkasné dr. Gaparics Emese helyettes államtitkár volt. Röplabda megyei döntő érden a Kőrösi iskola csapata a harmadik helyet szerezte meg. Köszöntöm Önöket, az Érdi Városi Televízió híradóját látják. A Földnapja alkalmából szelektív hulladékgyűjtési roadshow elnevezéssel egésznapos programot tartottak hétfőn a főtéren. A rendezvényen számos érdekes, a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatot oldottak meg a résztvevő gyerekek. Idén immár második alkalommal szervezte meg a Fidesz zöld tagozata a szelektív hulladékgyűjtési roadshow-t Érden. A rendezvényen résztvevő óvodásoknak és iskolásoknak interaktív játékok és feladatok segítségével mutatták be a csomagolási eredetű hulladékok gyűjtésének, szétválogatásának és hasznosításának folyamatát. Kisgyermekkorban nagyon-nagyon lényeges szerintünk a környezettudatos szemlélet erősítése, és azt vettem észre tavaly, hogy még vége sincs a rendezvények, mivel ez 10 munkállomásból áll, ez a rocsó, mire a gyermekek végighaladnak mindegyiken, már bármilyen hihetetlen fél óra alatt átalakul a szemléletük, és már közlik, hogy jövőre szeretnének jönni. Itt az a fordított helyzet is előállhat, hogy gyakorlatilag a kisgyermek neveli a szülőt, nem a szülő a gyermeket, hiszen hallottam olyan családot, ahol a szülők nem foglalkoztak ebben, majd mikor hazament a gyermek egy ilyen csodálatos szép nap után, amit külön köszönjük az időjárásnak is, hogy kegyes volt hozzánk, ezért teljesen átalakul a családnak a mentalitása, a környezettudatos hozzáállása, és hát én úgy gondolom, hogy a Földnapja ez egy külön prioritást élvez az egész világon. Az idei rendezvényt Témészáros András polgármester nyitotta meg, aki a környezet védelmére hívta fel a megjelent gyermekek figyelmét. Egy akkora város, mint Érd, igenis kell, hogy tegyen a környezetért, kell, hogy tegyen a földért, és kell, hogy tegyen a mindennapi városi tisztaságért is. Hiszen nem ti szemeteltek, nem én szemetelek, nem a képviselők szemetelnek, hanem vannak olyan felelőtlen emberek a városban, és ez látható módon, nagyon sok területen szemmel látható módon történik, akik anyagi érdekből, oda nem figyelésből, felelőtlenségből, a jó Isten tudja miért, eldobálják, elkoszolják a környezetüket, és utána drága pénzért, nagyon drágán a mi pénzünkért, a mi pénztárcánkból jövő pénzért kell ezeket a dolgokat tisztába tenni és rendbe rakni. A szelektív hulladékgyűjtési roadshow-ra ellátogatott dr. Aracki András országgyűlési képviselő is, a Parlament Fenntartható Fejlődés Bizottságának alelnöke, aki szintén a környezettudatos életmód fontosságáról beszélt a gyerekeknek. Általában az a szokás, főleg amikor már nagyobbak lesznek, hogy azt mondja édesanyátok, édesapátok, hogy na vigyétek ki a szemetet, és berakjátok kukába, és aztán onnantól kezdve nem nagyon tudjátok, hogy mi a szemétnek a sorsa. Pedig egy nagyon fontos dologról fogunk ma itt, fogtok itt beszélgetni, illetve megismerkedni, nevezetesen azzal, hogy ennek a szemét halmaznak, amit az ember termel, ahhoz, hogy jól éljen, komfortosan éljen, ahhoz, hogy meglegyen a napi nyugalma a családban, ehhez rengeteg olyan dolog szükséges, amelynek az elhasználása, felhasználása után hulladék, az a szemét keletkezik. Ezt a szemetet, a papírt, a műanyagot, a fémet, az újságot, a zöld hulladékot, az elhasznált játékokat, azt mind-mind az itteni cégek, mozgalmak, hulladékfeldolgozók összegyűjtik, és reményeink szerint a legjobb tudásuk és legjobb technológia mentén újrahasznosítják, hogy abból újra ruházat, törülköző, papírzsebkendő és más egyéb igen hasznos dolog állítódjon elő. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy ilyen kicsi korban is megismerkedjetek ezzel a folyamatnak ezen elemével, és tudatosuljon bennetek az, hogy nem szabad szemetelni, magatok körül mindig rendet kell tartani, és lehetőleg azt kell megnézni, amikor elővesztek egy játékot, vagy elővesztek egy csokoládét, hogy annak
milyen hulladék tartalma van, és törekedjetek a jövőben arra, hogy csak olyan terméket fogadjatok el, akár ajándékként szüleitektől, amelyik minél kevesebb hulladékot termel azután, hogy felhasználjátok, elfogyasszátok vagy játszatok vele. A szelektív hulladékgyűjtési roadshow mellett az Összefogás Egyesület meghívására az MVM kamionja is városunkba érkezett, ahol az érdeklődők a paksi atomerőmű életébe tekinthettek be. Érd megyei jogú város önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága az év családja díj adományozására felhívást tett közzé. A díj annak az érden élő családnak adományozható, amelynek tagjai mindennapi életükkel, munkálkodásukkal, gyermekeik nevelésével, taníttatásával, családtagjaik gondozásával, közéleti szerepvállalásukkal is példaként állíthatók a város közössége elé. Az elismerések adományozásáról a közgyűlés a májusi ülésén dönt. A javaslatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak címezve a polgármesteri hivatal humán irodájára kell benyújtani. Rendhagyó osztályfőnöki órát tartottak hétfőn a Kós Károly szakképzőiskolában. Az intézmény Farkasné dr. Gaparics Emesét önkormányzati helyettes államtitkárt kérte fel a tanóra megtartására. Az Európai Unió 2012-ben tartotta a tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évét. Ennek kapcsán az európai év egyik kiemelkedő esemény sorozata a Nemzedékek hete program sorozata volt, amelyet ebben az évben is megtartanak április 22-e és 26-a között. A program során vezetők és közismert személyek tartanak rendhagyó osztályfőnöki órákat, így ennek keretében érkezett Érdre a Kós Károly szakképző iskolába Farkasné dr. Gasparics Emese, önkormányzati helyettes államtitkár. Az 50. életévét betöltött vezető köztisztviselők rendhagyó osztályfőnöki órát tartanak különböző intézményekben, és mivel nálunk akkor indult, tehát 2012-ben indult a rendészeti ágazati képzés, ennek apropójában kiindultuk, hogy a belügyminiszter úr meglátogatna minket. Hát így került sor, egy kicsit később ugyan, de erre a rendezvényre. Úgy valósítottuk meg, hogy egyrészt a rendészeti szakirányon tanuló osztály, a nagyobbik, a 10. osztály vesz részt, és az osztályunk végzős szakközépiskolai hallgatói, azért, mert az állam működéséről, az állami alaptörvényéről kapnak részletes tájékoztatást, és azért ez 18-19 éves fiatalok számára fontos, hogy ezeket első kézből kapják meg, és úgy nem utolsó szempont, érettségi tételük is lesz, tehát akkor ezt is tudják hasznosítani a vizsgájuk során. A 10-esek biztos, hogy először fognak ezekről a kérdésekről ennyire célzottan hallani. A 12-esek már nem teljesen idegen területen fognak evickélni, de hát ez egy osztályfőnököktől is függ, hogy osztályfőnöki órán mennyire érintik ezeket az állampolgári társadalmi ismereteket. Meg vagyok győződve róla, hogy egyébként a két osztályfőnök már beszélt ezekről a kérdésekről, tehát nem teljesen süket fülekre fog ez a történet találni. A rendhagyó osztályfőnöki órán olyan dolgokról hallhattak a tanulók, amelyekkel eddig még behatóbban nem foglalkoztak, de a jövőben hasznos lehet a számukra. Őket sem érinti meg még az, milyen jogokkal, milyen kötelezettségekkel bírnak. Ők inkább, legalábbis én úgy vélem, hogy még a könnyebbik oldalát fogják meg ezeknek a kérdéseknek, de hogy már kikerülnek az iskolából, már nem egy ennyire védett közösségben fognak tovább dolgozni, ott azért már szükségük lesz azokra az ismeretekre, amelyeket igyekszünk valamilyen szinten átadni nekik. Tényleg ne kóvályogjanak a nagybetűs életben teljesen vértezetlenül. A tanulók nagy érdeklődéssel hallgatták végig a helyettes államtitkár rendhagyó osztályfőnöki óráját. Bruttó 2, illetve 3 forinttal csökkenti a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL. A mérsékléssel a benzin átlagára 405 forintra, a gázolajé pedig 408 forintra esik vissza. A múlt héten pénteken a MOL bruttó 6-6 forinttal csökkentette a benzin és a gázolaj árát, szerdán pedig bruttó 8-8 forinttal. Az azt megelőző héten szintén kétszer, szerdán és pénteken is mérsékelte a benzin és a gázolaj árát. Az autósok továbbra is 15-25 forintos különbséget is tapasztalhatnak az egyes kutak árai között.
Április 22-én hétfőn a Kőrösi Csoma Sándor általános iskola adott otthont a Diák Olimpia 4. korcsoportos leány röplabda megyedöntőjének. A megmérettetésen 6 csapat vett részt. Az érdi Kőrösi Csoma Sándor általános iskola csapata remek játékkal a 3. helyet szerezte meg. Miután az érdi Kőrösi iskola megnyerte a területi fordulót, ők képviselhették városunkat az érdem megrendezett megyedöntőn. Általában 4 csapatos megyedöntőket szoktak rendezni, ezúttal azonban 6 iskola vett részt a megmérettetésen. Az események 2 helyszínen, a régi tornateremben, illetve az új csarnokban párhuzamosan zajlottak. A Kőrösi iskola tud 2 helyszínt is biztosítani, ezért volt megoldható ez a dolog. Az a kisebbik, régebbi terem az magasságban nem elég tökéletes, és ha egy picit szélesebb is lenne, az se lenne hátrány, de arra, hogy ezt a fordulót megrendezzük, tökéletes volt. 2 csoportba lettek a csapatok sorsolva, és az egyik ág játszott a kisteremben, másik ág a nagyteremben. A kisteremben a Budakeszi, a Taksony és a Göd versengett a csoporton belüli helyezésekért, míg az új csarnokban az Érd, a Gödöllő és a Szigetszentmárton lépett pályára. Úgy lett lebonyolítva, hogy 3 szettes mérkőzéseket játszottak, tehát vagy 3-0-al, vagy 2-1-el lehetett továbbjutni. 25 pontot az első és a második mérkőzésen, a harmadik mérkőzés csak 15 pontig folyt, és akkor a csoport elsők, másodikok lettek keresztbe sorsolva, az egyik csoport első játszott a másik csoport másodikkal, és ennek a résznek a 2 első helyezettje végül is lejátszotta a döntőt. A 3. helyezettek sima vereséget szenvedtek, a többiek azonban szoros, izgalmas csatákat vívtak egymással. Az érdi Kőrösi iskola nagyon szép játékkal jutott el a bronzmérkőzésig, az utolsó csatát a Taksony ellen vívták. Az első fordulót simán elveszítették első szettet, és akkor nagyon megijedtünk. A második szettben nagyon szépen magukhoz tértek, simán megverték a taksonyiakat, és a 3. forduló hát az idegtépő volt, mert ilyen fej-fej melletti dolgok voltak, hol az egyik csapat szerzett pontot, hol a másik, de a végére úgy magára kapott azért, hogy azt a fordulót is megnyerték, és így sima 3. helyezés. Még azt is el tudom képzelni, hogy ha az országosra nem nevez elég csapat, akkor talán még 3. ők is kaphatnak lehetőséget. A döntő derbit a Göd és a Gödöllő játszhatta, a végső csatát a Gödiek nyerték, így ők biztos résztvevői az országos versenynek. Szerdán már csak kevés felhő lesz az égen, a napsütésé lesz a főszerep, legfeljebb északkeleten lehet még egy-egy zápor, eleinte ott több felhő is lesz az égen. Időnként megélénkül a szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul, míg napközben folytatódik a meleg, már-már korán nyárias idő, 21 és 25 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az érdi városi televízió híradóját látták, adásunkat megnézhetik a www.érdhiradó.hu internetes portálon, és köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!